Kedves nézőink, az Ajkai Rendezvú programsorozat keretében városunkban koncertezett a Vadfrutik együttes. Mi a koncert előtt beszélgettünk az együttes frontemberével. Ott a padokon nem lehet mozogni, ugye? Dehogy nem lehet, igaz? Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ti várpalotai zenekarként indultatok, ugye tőlünk nem messze. Hogyan sikerült, illetve mennyi idő alatt sikerült feltornáznotok magatokat a kis helyiségekből, a kis klubkocsmákból egészen a szigetig? Hát ez sokáig tartott. 16 évesen kezdtem el zenélni. Mindig kiültem az erkélyre, hogy lássák a lányok, hogyha gitározom. Aztán nem tudom, még vége volt a fősulinak, még akkor sem volt sehol a zenekar, csak ilyen garázsokban játszottunk, én meg esküvőkön főként. Úgyhogy nekem nem is volt annyira furcsa, amikor itt a nyugdíjas klub elkezdte énekelni, nem csak a 20 éveseké a világ. Gondoltam, hogyha itt ennyire vagy, akkor ezzel készültem volna. Na mindegy, most nem akarom elviccelni. Persze, nyilván egy csomó időbe telik, de hogy azt gondolom, hogy inkább a szerencsének meg a véletlennek köszönhető az, hogy így itt vagyunk. Nem hiszem, hogy a mi tehetségünknek. Sok tehetség ezen a karvon, akik aztán mégiscsak a garázsba ragadnak. Úgyhogy boldog vagyok, hogy itt lehetek. Változott ez alatt az idő alatt a zenéd, a szövegeid, vagy megpróbáltál ugyanazon a stíluson, ugyanazon a vonalon megmaradni? Mi erre a zenekarra, illetve mi rád a jellemző? Természetesen nagyon sokat változott, mert eleinte én nem gondolkodtam abban, hogy egyáltalán hogyan kell szövegeket írni, és akkor megkérdeztem egy idő után a kortársaimat, hogy ők milyen technikákat alkalmaznak, meg mégis, hogy mi az, ami jó vagy menő. De hogy aki a legnagyobb hatást gyakorolta rám, az Géci János költő, íróbarátom, akivel néhány évvel ezelőtt találkoztam a Veszprémi Északi Egyetemen, amikor meghívott minket egy előadásra, és akkor tartottunk egy előadást, nekem már az is furcsa volt, egyetlen egyetemi környezetben a zenekar. De aztán mondta János, hogy mi odavalók vagyunk, úgyhogy elhittem egy idő után. Elkezdtünk közösen dolgozni, illetve hát segített a munkámat, mint egy ilyen pótapa. És aztán ennek köszönhetően a Darabokban albumunk az fonogramdíjas lett, a zenekar Gizella díjat kapott, és aztán most megjön az 5. album, hát nem tudom, hogy... Hát azt nem tudom, hogy a közönség hogyan fogja fogadni, ugye, mert még csak most jött ki az EP ezen a héten, de ahogy én így nézem ugye a szövegeket, én azt gondolom, hogy azért szignifikáns a fejlődés. Yeah.
Melyik az a korosztály, amelyiknek leginkább zenéltek? Én azt vettem észre, hogy fiatalok azok nem nagyon járnak a koncertjeinkre, tehát nagyon fiatalok, ilyen tizenévesek. Tehát inkább így 20-tól felfelé, 20-tól így 50-ig körülbelül. Egy kicsikét ugye az alternatív rockzene felé hajol a Vadfruttik. Nagyon sok szövegetek igencsak elgondolkodtató, hogyha csak valaki a szövegét elolvassa, a zenét egy kicsit lefejtve róla. Honnan jönnek ezek a gondolatok? Vannak egészen furcsa szövegek is. Hát én azt gondolom, hogy nekem nagyon sokat segített a kortárs irodalom, kortárs szép irodalom, szintén a János hatására, aki mondta, hogy most már elég volt, Marcika, leteheted a Dosztojevszkijt, már nem kell olyanokat olvasni. És akkor elkezdtem kortárs szép irodalommal foglalkozni, illetve prózával is. És aztán lett is a Petőfi Rádióban ebből egy műsor. Hogy egyszer én megemlítettem, hogy ez ilyen, hogy olvasok néhány könyvet, ami mostanában jött ki, és akkor mondták, hogy akkor legyen egy ilyen könyves blog. Úgyhogy ezt csinálgatom most a Petőfi Rádióban. Hát meg jó, meg egy csomó inspirációt ad. Hogy jó, hogy rájöttem arra, hogy nem csak abból lehet írni, amit meg egy József Attila így kitalált, vagy Hady Endre, vagy Radnóti, hanem arról is lehet írni, hogy Facebook, meg műanyag. És hogyha már a könyvet megemlítetted, neked is nemrég jelent meg egy önéletrajzi írásod. Ez hogyan született meg ez a könyv? Nehezen. Amikor felkért minket a kiadó, akkor én kézzel lábbal ellenkeztem, és akkor hát szintén Géci János, ugye ő a könyvnek az írója, én csak az alanya vagyok tulajdonképpen, és akkor hát így vele beszéltük meg, hogy mi legyen tulajdonképpen, amikor már elkészültek a plakátok, és már a könyvet már reklámozta a kiadó, mi még akkor se írtuk alá a szerződést, mert hogy még nem tudtuk, hogy akarjuk-e egyáltalán az egészet, így az volt a lényege inkább, ez inkább a mi barátságunknak volt egy próbája. Illetve a másik része pedig az volt, amikor így rájöttem arra, hogy tulajdonképpen ez nem is az én történetem, inkább az én generációmnak a története az én sztoriaimon keresztül. De persze nehéz, mert hát így ott van, hogy mitől apám mit csinált, meg anyám, meg mitől én a barátaim, így hogyan viselkedtek, meg én, és hogy nem tudom magamat ettől így elkülöníteni, inkább el kellett fogadnom azt, hogy ez az én történetem, és így képes vagyok ezt felvállalni. Meg tudtál bocsájtani azoknak az embereknek ebben a könyvben, vagy egyébként bárhogy máshogy, akik úgy érzed, hogy az életedben eddig mondjuk nem segítettek, hanem inkább hátráltattak? Tovább tudsz lépni? Én tovább tudnék, de én azt gondolom, hogy az érzések meg ezek az elfolytások, ezek sokkal mélyebben gyökereznek. Tehát hogy az egy másik dolog, hogy én azt mondom, hogy jó, én nem haragszom apámra azért, mert így végig nem tudom, mi volt, meg nem volt olyan apa, amilyet így szerettem volna magamnak elképzelni, de hogy én ezt így megbocsájtottam már neki, de az, hogy így mit érzek így ezzel kapcsolatosan, az egy tök másik dolog. Tehát, hogy én azt nem tudom befolyásolni sajnos. A jövődet, illetve a zenekar jövőjét hogy képzeled el? Hiszen azért most már lassan közeledsz egy bizonyos korhoz, igen. Tehát ilyenkor az ember azért általában el szokott gondolkodni a jövőjén. Te hogy vagy ezzel? Hát, hogy világsztárok leszünk természetesen. Úgy indultunk már ki a garázsból is, hogy akkor az úgy lesz, hogy elképzeltem, hogy lesznek ilyen nagy zászlók, és hogy emberek így lengetik, és rászél, hogy Vadfruttik, és akkor hát ne, igen, és itt vagyunk ajkán. Ami az a rétes találkozón, vagy nem tudom, mi ez, ami játszunk éppen, de hogy nem számítottam arra, hogy ennyire népszerű lesz a zenekar, és így mégis. Úgyhogy hát így akármi határa csillagoség, játszhatunk akár a Holdon is. Akkor most boldog ember vagy? Én maximálisan. Úgy érzem, hogy a zenekar az nagyon jó úton halad. Az, hogy boldog vagyok, én nem tudom. Én azt hiszem inkább, hogy nekem így hajtanom kell a boldogságot, meg azokat az állapotokat, amik így afelé visznek. Az nem tudom, mikor fog bekövetkezni, lehet akkor, amikor meghalok. Thank you.